Sakkos, jó napot kívánok! Szabóné Dancsik Tünde vagyok, a Polgár Judit módszer koordinátora. Az elkövetkezendő néhány percben a módszer iskolai programját, a Sapalotát fogom bemutatni pedagógus szemmel. Kérem, tartsanak velem! A Polgár Judit Sakkalapítvány egy egyedülálló új módszertani programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. Mit kínál a Sakkpalota program? A sakk mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a kritikai gondolkozás fejlesztése intézményi keretek között heti rendszerességgel, tanítási időben. A programot 7 éves története alatt több mint 500 iskolában vezették be, 1300 pedagógusnál több kollégát képeztünk ki, így több mint 40 ezer gyermek részesül a Sakkpalota program módszertanának hatásaiból. A képességfejlesztő sakk a vizuális gondolkodást erősítő és általános képességfejlesztő tananyagot lefedő komplex tantárgy. A képességfejlesztő hatása ma már széles körben elismert és elfogadott tény, mint ahogyan az is, hogy a sakk a stratégiai és kreatív gondolkodás záloga, amely különösen a gyermekek kognitív képességeinek fejlődésére hat ösztönzőleg. A sakknak integrációs és motivációs szempontból is nagy jelentősége van. Emellett a sakk tanulása kiválóan pótolja a digitális kultúrában hiányzó tapasztalatokat is. Judit visszahelyezi a sakkot eredeti funkciójába, és ehhez hozzáteszi, hogy a sakk taneszközként a tananyag átadását könnyíti meg a gondolkodás fejlesztés által. Módszerében nagyon lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk mint szabályrendszer kerül be a tanításba. A pedagógusnak nem kell értenie a sakkjátékhoz, kizárólag a szabályait kell jól ismernie. A módszerben nem önálló tevékenység a sakk, hanem a tananyag feldolgozásának háttere. A Sakkpalota képességfejlesztő tankönyv és munkafüzet sorozat 2015-ben Magyar Termék Nagy Díjat nyert. Ezen kívül megkapta a legjobb európai tananyagok díját, a Belma díjat is. A Nemzeti Alaptantervben az általános iskolák alsó tagozatában 2013-tól választható tantárgyként szerepel a sakk a képességfejlesztésért. Ezen kívül, vagy ezzel együtt, a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva beépülhet a normál tanterv alaptantárgyaiba, előmozdítva ezzel azok készségszintű elsajátítását. A tehetséges gyerekek kiemelésére délutáni szakkörök keretében kerülhet sor. A Sakkpalota nem a szokványos módszertant követi. Éppen az az előnye, hogy nagyon sokféle szinten haladhatnak a gyerekek, és ezért alkalmas integrált, sőt, inkluzív oktatási módszernek is. A gyerekek mindennapjaiba, a tantárgyaknál és a szabadidős tevékenységeikbe is beépíthető. Magán a sakkpalotán belül is a képek úgy vannak kialakítva, hogy kapcsolódhassanak az egyes tantárgyakhoz. A tanulás folyamatában lesznek olyan kis lurkok, akik akár sakkbajnokká válhatnak, viszont lesznek olyanok, akik lépésről lépésre haladnak. A sakkpalotában az a nagyszerű, hogy a sakkbajnokoknak is mindig van kihívás. A számolás, az olvasás, az írás és egyéb tudományok elsajátítása területén. A Sakkpalota program egyik legfontosabb eredménye a tanulási képesség fejlődése. A különböző magyar és nemzetközi tanulmányok ezen a téren számos részképesség fejlődését bizonyították. A Sakkpalota program eltér a korábbi iskolai sakkoktatási módszerektől is. Nem sakkozni tanít, hanem a sakkon keresztül tanít. A gyerekek megtanulnak sakkozni, de ez olyan természetes dolog, hogy tulajdonképpen nem is kell vele foglalkozni, mert nem ez volt a cél. Ez csak egy magától adódó faktor. Ezt az utat azonban egyelőre még kevesen értik.
Vannak, akik azt vallják, hogy minek elhúzni a sakk szabályainak megtanítását, amikor azt a gyerekek nagyon hamar meg tudják tanulni. Ez a szemlélet nem ritka, nemzetközi konferenciákon is rendre megjelenik, és a sakk hagyományos képességfejlesztő útjához kapcsolódik oly módon, hogy a gyerekek megtanulnak sakkozni, utána sokat játszanak, a sakkban egyre nagyobb ismereteket és képességeket szereznek, és közben a kognitív képességeik jelentősen erősödnek. Ez kiváló lehetőség, hogyha a gyerekeknek megtetszik a sakkjáték, vagy ha kötelezően sakkoznak. De a tananyag megtanulásában nem jelenik meg a sakk, és így sok fejlesztési, tanulási aspektusa marad kihasználatlanul. A program hatékonyságára vonatkozóan méréseket is végeztünk dr. Gyarmati Éva kognitív profil tesztjét használva. A hipotézist az adatok egyértelműen bizonyítják. A sakkpalota programmal tanuló diákok a teszt minden mutatójában jobb eredményt értek el, mint a nem sakkos gyerekek. A programhoz kapcsolódó tankönyv és munkafüzet sorozat segíti abban a gyermekeket, szülőket és tanárokat, hogy közösen átélhessék a kreatív és játékos tanulás élményét. Az első és második osztályosok részére tankönyv és munkafüzet áll rendelkezésre, a pedagógusok munkáját pedig nagyon részletesen kidolgozott tanítói kézikönyv segíti. A harmadik és negyedik osztályosok számára képességfejlesztő munkafüzetet ajánljuk, valamint a sakkpalota programhoz tartozó tankönyvcsalád legújabb termékét, a sakkfirka füzetet. A sakkpalota eszközrendszere úgy lett kialakítva, hogy minden eszköz többféle módon a tantárgyi integrációt segítse. A külalak és a méret a láthatóságot, a használhatóságot és az esztétikumot szolgálja. Különböző összeállítású és méretű csomagok állnak rendelkezésére az iskoláknak és a gyerekeknek, hogy a módszert minél hatékonyabban tudják elsajátítani és oktatni. Az előző dián látott komplex képességfejlesztő csomagot három részre bontva is meg lehet vásárolni az iskolák lehetőségeinek megfelelően. Iskolai használatra, de gyerekeknek ajánljuk a kezdőcsomagot, mely elemeivel, a sakkfirka füzettel, a szorzóvonattal és a vonalzóval hasznos segítség lehet a gyerekek munkájában. A kreativitás és stratégiai gondolkodás otthonának létezik egy honlapja is, a sakkpalota.hu, ahol az általam elmondottakat még kiegészítik az ott található információk. Így most meghívom Önöket egy kis honlap barangolóra. A sakkpalota program menüpontban magának az iskolai módszernek a képpel és hanggal történő megjelenítése található. A pályázatok gyerekeknek menüpontot a 6. világsakkfesztivál keretén belül meghirdetett alkotási lehetőségként hoztuk létre az első 4 évfolyamos gyerekek részére. Tervünk az, hogy többször adunk lehetőséget a nebulóknak arra, hogy kreatívan tudják kifejezni önmagukat különböző szempontokon és feladatokon keresztül. Játszunk! A menüpont a gyerekek játékaihoz ad újabb ötletet. Az online játékok egy-egy típusa 4 különböző szintű játékot tartalmaz, melyek a gyermekek életkorához igazodva segítséget jelenthetnek a tanítási órákon, például differenciálásnál, vagy minőségi időtöltést biztosíthatnak otthonra. Lehet csatlakozni a Polgárőri Sakklubhoz, mégpedig a chesskid.hu weboldalán, ahol a gyerekek kezdőszintű sakkleckékből tanulhatnak, vagy játszhatnak egymással, sakkfeladványokat oldhatnak meg, kipróbálhatják, milyen a sakkrobottal történő játék, valamint online versenyeken vehetnek részt. Agymattot. Itt letölthető sakkfeladványok állnak a pedagógusok és a gyerekek rendelkezésére. A tudáspróba alkalmazásában Judit több száz oktató feladaton keresztül népszerűsíti a sakkot. Ezek az alkalmazások ingyenesen elérhetőek, csak le kell tölteni. Az iskoláknak külön menüpontban gyűjtöttük össze a lényeges információkat. Március 16-a után a pandémia minket is feladattal látott el. 11 héten keresztül minden évfolyamra
Hétről hétre tettünk ajánlást az órák online megvalósíthatósága érdekében, amelyekhez játékokat is csatoltunk. Ebben a menüpontban találhatók az első és második évfolyamos osztályokra vonatkoztatott tanmenetminták. A kognitív profilteszt elvégzését a referencia intézményektől kértük. A referencia iskolák almenüben megtalálható az a kritériumrendszer, amelynek meg kell felelnie annak az iskolának, amelyik referencia vagy kiemelt referencia cím elnyerésére pályázik. Itt szerepelnek azok az iskolák is, akik már megugrották ezt az akadályt. A teljes tájékoztatás érdekében megtalálható a NAT kerettanterve a sakkpalotára vonatkozóan is. Az iskolák munkáját még helyi tantervmintával is segítjük. A pedagógusoknak szóló 30 órás akkreditált képzésről itt olvashatók azok az információk, amelyek a jelentkezéshez szükségesek. Részletes tematika várja az érdeklődőket, és most már a vidéki képzéseink elindításával helyszínt is lehet változtatni. A sakk menüpontban találhatók a részletesen megfogalmazott sakkszabályok. És a sakkszótár is itt található, ami pontos sakkos fogalmak kialakításában segíthet. Végül, de nem utolsó sorban a webshophoz érkeztünk. Itt tematizálva megtalálható az összes eszköz, eszközcsomag, tankönyv, munkafüzet, kiegészítő, valamint ajánlott eszközsorozatok, könyvek, melyek nagy mértékben hozzájárulhatnak a program sikeres megvalósításához. Bemutatom, ezzel véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!